Sziasztok, parfümőrültek! Hát most nem a megszokott közegből, illetve nem a megszokott háttérrel jelentkezek. Na most ennek az az oka, hogy hazalátogatunk kedves kis hazánkba, Magyarországra, és most éppen Demjénben eresztjük ki az agyfasz által generált gőzt. Most ez a videó ez nem férfi parfümökről fog szólni, hanem nagyon sok hölgy írt a csatornára, és nagyon sokan kommenteltetek, hogy miért nem beszélek női parfümökről. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most ebből az apropóból, hogy itthon vagyunk, akkor beszéljünk női parfümökről, pontosabban egyről. Hogyha néztétek már a korábbi adásokat, akkor tudjátok, hogy nekem nagy kedvencem az összes olyan női parfüm, ami virágos, főleg fehér virágos, ami jázmin alapú, illetve akár hogyha lilium van benne, tehát én az ilyeneket nagyon csipázom. Mi a pont most kell menni a repülőnek, miért ne? Tényleg egyébként még el nem felejtem, ez a hely, ahol most vagyunk, azért jöttünk ide, mert munkákból adódóan mi képtelenek vagyunk arra, hogy elszabaduljunk az emberektől, úgyhogy most itt szinte leszámítva ezt a kibaszott repülőt, ami most éppen a fejük között húzott el, ezt leszámítva baromi jó csönd van. Úgyhogy ha Deminben jártok, vagy szeretnétek eljönni ide és kicsit kikapcsolódni, illetve feltöltődni, ajánlom figyelmetekbe ezt a helyet. Most nekem nagy szívfájdalmam mindig, hogyha a női parfümről beszélünk, mert általában a hölgyek mindig ezeket a szinte már baromira édes, és szinte már baromira folytó édes parfümöket használnak. Szerintem ez egy rossz választás. Most mindenféle mellébeszélés nélkül megmutatom nektek, mely most eddig legalábbis 2022-ben az én kedvenc női parfümöm, pontosabban olyan női parfüm, amit én nagyon szeretek a nőkön. Ez pedig nem más, mint az Idol Lancôme-tól. Le se veszem a kupakot, már érződik a rózsa. Ez egy virágos sifré illat, főképpen rózsa alapú, és sokan jellemezték úgy magát az illatot, amikor 2009-ben a piacra került, hogy az egyik olyan rózsa alapú illat, ami visszaadja neked azt a feelinget, vagy azt az érzést, amikor egy rózsakertben sétálsz életed szerelmével, vagy életed párjával. Tehát nekem, mint egy kismilliószor is elmondtam, a fehér virágos parfümök baromira bejönnek. És ezek azok az illatok, amik szerintem a legeslegjobban állnak nőknek. Nem fiatal lányokról, hanem érett nőkről beszélek. Az én meglátásom szerint, hogyha a legtöbb alkalommal bementek egy parfümériába, sajnos főképpen designer vonalról, legtöbb alkalommal bele fogtok futni ezekbe a túl édes, hát most nem tudom másnak hívni, fos parfümökbe, mert hiába tartós, hiába édes, de egyszerűen nem fogja kiemelni azt az igazi nőies karaktert. Inkább egy ilyen vattacukor feelinget fog adni szerintem a viselőjének, és szerintem ez nem jó. Nagyon sok designer cég megy el abba az irányba, hogy megpróbálja a parfümöket rendkívül tartósá tenni. Biztosan próbáltátok már, vagy hallottatok már a Juicy Couture-ra. Ez egy baromi jó brand egyébként, egyetlen egy a probléma velük szerintem, hogy a legtöbb parfümjük inkább ezt a vattacukor édességet célozza meg, és szerintem ez egy női parfümnél nem oké. Na most ebben az esetben a Lancôme az Idol-lal egy iszonyat jó húzást csinált, ugyanis összekeverték a rózsát jázminnal. A parfüm tartalmaz bergamót, illetve körtét is, és ami a legeslegjobb benne, hogy nem egy atomtartós parfümről beszélünk, viszont mégis amikor órákkal később már kezd lebomlani az illat, előjön egy ilyen édeskés, de mégsem annyira nagyon durván nehéz vanília illat az alapillatok között, és szerintem ez az, ami az illatot maximálisan ilyen varázslatossá teszi. Azok a hölgyek, akik legtöbb alkalommal ugye parfüm után néznek, vagy parfümöt keresnek, szerintem próbálják a divatot követni, szerintem egy baromi nagy hülyeség. Ne kövessétek a divatot, hanem próbáljátok meg olyan illatokat keresni, amelyek illenek a személyiségetekhez. Hányan parfümmel vagy alkalommal találkoztunk olyan illatokkal, amelyeket használtunk, vagy használunk, de egyszerűen csak úgy megveszed, mert ugye mindenki azt hordja. Hányni fogtok már szerintem a példától, de a 1 million a Paco Rabanne-től egy ilyen. És reméljük, hogy a légy nem fog elvinni engem innen, ez itt körülöttem egy fél órája. Tehát főleg parfüm választásnál tartsatok szemben, hogy mit akartok a parfümmel. Használni szeretnétek a parfümt ugye minden nap, vagy mondjuk különleges alkalmakra használnátok.
Ez szerintem az Idol, a Lancome-tól mind a kettőre tökéletes. Tehát ha akarod, és mondjuk nem akarsz egy nagyon agresszív női parfümöt az év minden négy évszakában, akkor ez egy nagyon jó választás lehet, ugyanis a téli évszakokban ez egy gyengébb parfüm, viszont nyáron lehet, hogy nem ezt fogod használni főképpen. Ugyanis nyára szerintem a rózsa miatt túl erős lehet, de én mondtam, a jázmin teljesen jól fellazítja az egész sztorit, és a körte, illetve a bergamó ad neki egy ilyen kis nyári perkést, egy kis nyári frissességet. Ez egy szolid illat. Tehát, hogy ezt te elkezded használni akár napi szinten, ide tudni fogják az emberek, hogy ez te vagy. Tehát annyira egyszerűen és könnyen lehet azonosulni ezzel az illattal, hogy szerintem ez akár egy mindennapi használatra brilliáns választás. Tehát 25, 50, 75, 100 ml is, attól függ, hogy a pénztárcád mit bír. Tehát én mondtam, egy olyan illat, amit mindennapi használatra, vagy pedig akár, hogyha éppen az a cél, akkor különleges alkalmakra is lehet használni. Én nagyon imádom a nőkön, imádom, mikor ezeket a parfümöket használják, pláne ugye kifejezetten ezt, mert annyira egyedi és könnyen felismerhető az illat, mint mondjuk a Dior-tól a Jador, vagy pedig a Dolce Light Blue, vagy a Light Blue Intense. Köszönöm a figyelmet így gyorsban. Vigyázzatok magatokra, vegyetek parfümöt, fújjátok mind az állat, és illatozzatok. Jövök még videókkal. Köszönöm szépen, sziasztok!